Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Holnap és holnap után, tehát május 8-án és 9-én Székesfehérváron hagyományteremtő szándékkal első ízben rendezik meg az Irodalmi Folyóiratok országos találkozóját. Vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság, a Vendéglátó Irodalmi Társaság elnöke, illetve a Vár Folyóirat főszerkesztője. Tisztelettel köszöntelek. Nos, én azt hiszem, hogy ez egy remek kezdeményezés, annál is inkább, hiszen azért az irodalmat kedvelő emberek számára a folyóirat, az országos folyóiratok nagyon-nagyon fontosak, ahogy nekünk a Vár, vagy éppenséggel a Dunai Limes. Honnét jött a gondolat, hogyan sikerült megszervezni, hiszen ahogy az imént a bevezetőben mondtam, ilyen még nem volt. Én azt hiszem, hogy visszavezethető ez a határon túli magyar irodalom napjainak a népszerűségére és sikerére. Madár János, a Magyar Múzsa főszerkesztőjével találkoztam Budapesten a könyvbemutatómon, és ő kérdezett rá, hogy nem tudnánk-e csinálni egy határon túli magyar irodalom napjaihoz hasonló rendezvényt, pontosabban hát az ország irodalmi folyóiratainak a találkozóját. Hát akármilyen nehéz is egy ilyen országos rendezvényt megszervezni, meg bizonyos értelemben rizikó is, tehát különösen az első alkalommal, hogyha az ember egy ilyenbe belevág, akkor bizony az bizonytalan kimenetelő is lehet. De számunkra ez a határon túli magyar irodalom napjai, ez egy olyan értéket ad, és olyan bátorítást ad az ilyenekhez, hogy úgy gondoltuk, hogy vállaljuk ennek a találkozónak a megszervezését. Azt hozzá kell tennem, hogy ennek a gondolatnak a megszületése még akkor történt, amikor a város pályázott a Európa Kulturális Fővárosa címre is, és hát én akkor úgy gondoltam, és úgy javasoltam polgármester úrnak, hogy egy ilyen rendezvénnyel mi tudjuk erősíteni egyrészt ezt a pályázatot, másrészt pedig a város kulturális, szellemi, irodalmi életét. Meggyőződésem, hogy egy nagyon fontos rendezvényről van szó, és remélem, hogy hagyomány lesz belőle, mert egyre több az irodalmi folyóirat az országban. Annak idején még Csóri Sándor, mikor közel ennyi irodalmi folyóirat nem volt, Csóri Sándor azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy szüksége van ilyen sok számú irodalmi folyóiratra. Én nekem közben az élet és az évek meg a tapasztalatok bebizonyították, hogy de szükség van elsősorban a városi, vagy megyei, vagy regionális irodalmi folyóiratokra. Mi gyakran beszélgetünk arról, hát mi is közöttünk is téma volt ez, hogy létezik-e budapesti, tehát fővárosi irodalom és vidéki irodalom. Természetesen minden józan ember azt mondja, hogy olyan nincs, hanem van egy egységes magyar irodalom, vagy akár mondhatjuk azt, hogy létezik-e határon túli magyar irodalom. Kétségtelen, ennek így kell lenni, hogy van egy egységes magyar irodalom, amelyikbe beletartoznak a vidéki írók, folyóiratok, költők, a budapestiek, a fővárosiak, és hát a határon túliak is. De azért azt is érezzük nap, mint nap, hogy valami különbség, és akár mondhatnám is, egy bizonyos értelemben elkülönülés van. Mi mondhatom azt a Vörösmarty Társaság tagjai nevében, hogy mi semmiféle olyat nem érzünk, ami nekünk hátrányt jelentene. Kiváló a kapcsolat a Magyar Írószövetsége budapesti írótársainkkal, folyóiratokkal, az ország összes folyóiratában. Mondhatom azt, hogy az összes folyóiratban megjelennek a Vörösmarty Társaság íróinak a írásai, versei, prózai írásai. Meggyőződésem, hogy a Vár az a folyóirat, amelyik leginkább foglalkozik a határon túli magyar irodalommal. Ennek egyenes következménye és eredménye az, hogy rendszeresen állandó jelenlétünk van a határon túli folyóiratokban, nem akarom felsorolni. Tehát ez
azt hiszem, hogy megerősíthetett minket abban, hogy vállaljunk egy ilyen rendezvényt. Igen, ez abszolút pozitív megerősítés Székesfehérvár számára, tehát a kulturális élet folyamatosan fejlődik, tudjuk ezt jól. Ugyanakkor persze nincsenek illúzióink, tehát a vidéki az még mindig jelző szerkezet Budapesten. De hát ez legyen az ő dolguk. Én azt gondolom, hogy a Vörös Marti Társaság remek házigazda lesz, és ha nézem itt a programot, május 8-a kedd, ugye 9-kor kezdődik, és jószerivel egész nap fantasztikus előadások. Hogy sikerült meginvitálni a folyóiratok főszerkesztőit, szerkesztőit, az írótársakat? Hát kiírtunk tulajdonképpen egy ilyen jelentkezési ívet, egy szöveget, meghívást erre a találkozóra, kettőt is, két alkalommal is. Annyit mindenképpen éreztem, hogy a személyes vagy a telefonos beszélgetések vagy a levelezés során, hogy még nem nagyon érzik ennek a jelentőségét, vagy nem nagyon látják azt, hogy ennek milyen sikere lehet, milyen fontos lehet. Azt mindenki elmondta nekem, vagy nekünk, a Madár Jánossalnak, akivel közösen szervezük, hogy nagyon nagy szükség van egy ilyenre. Tehát újszerű kezdeményezés, itt tényleg csak a folyóiratokról lesz szó. És hát én azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk egymástól, ez mindenki számára természetesen vonzó dolog. De még egy mondat erejéig hagyd térjek vissza arra, amit mondtál, hogy ez a vidékiség, és még egyszer mondom, hogy mi igazából nem panaszkodhatunk. Tehát a Szent Mátoni János, nagyon jól tudod, te is hallottad, többször is kijelentette, hogy az ország legaktívabb, legjobban működő irodalmi társaság, a Vörös Marti Társaság. Tehát ezt egy budapesti és a Magyar Írószövetség elnöke mondja ki, hát az nyilván egy elismerés a pesti társaságokkal, folyóiratokkal szemben vagy valami. Tehát mi nem nagyon érezzük azért ezt a vidékiséget. Különben le kellene menni a támogatási rendszerbe, és az, hogy milyen körülmények között dolgozunk mi és más országos társaságok vagy folyóiratok, de ez egy külön téma. Jó. No, akkor mélyüljünk el. A Szó útja a folyóiratokban című előadással kezdődik péntek Imre, ugye hazatelepült, ha úgy tetszik. Zala Gyöngye ismét Székesfehérvárt erősíti, a Dunai Limesz. Azt hiszem, hogy Pálinkás István főszerkesztőt és a Dunai Limeszt ismerjük. Fontos, hogy ők itt vannak a megyében. Igen, hát azért is gondoltuk úgy, hogy először ezzel a folyóirattal, ez a Dunajvárosi folyóirattal foglalkozunk, és őnekik adunk lehetőséget. Egyrészt, mert hát támogassuk, meg erősítsük mi egymást, a megyekét irodalmi folyóirattal. Másrészt pedig Péntek Imrének van egy esszéje, a Szó útja a folyóiratokban címmel. Én ezt annak idején olvastam, sőt talán hallottam is tőle, és hát itt mindenképpen ez egy ilyen vitaindító előadásnak tekinthető. Egyúttal rávilágít az Imre arra, hogy a folyóiratoknak milyen jelentősége van. Igen, meglehetősen sarkosan fogalmaz, igen, a tőle megszokottan. Igen. Szép irodalmi figyelő, tehát amikor ezt gondolom, hogy minden irodalom kedvelő ismeri ezt a folyóiratot, igen, tehát remek folyóiratok, a Szőröskő, Agria, Soproni Füzetek, Pré, és ráadásul itt lesz Ködöböc Gábor is. Tehát ez mindig engem megerősítem abban, hogy Székesfehérvár bizonyos értelemben az irodalom fővárosa, és hát most Pestet vegyük ki, mert ahogy említetted is, a határon túli irodalom napjai az egy példaértékű, a magyar nyelv megerősítését szolgáló hét, mert hogy az egy nagyszerű dolog. Beszéljünk egy kicsit azokról, akiket kevésbé ismerünk. Van-e olyan, hiszen én magam ott leszek nyilvánvaló, és beszámolunk a televízió nézőknek erről, de akik méltatlanul keveset beszélünk róluk, vagy keveset olvasunk tőlük? Hát mi mindegyiket ismerjük, ha nem is közvetlen kapcsolatban vagyunk velük, de minden jelentkező folyóiratot ismerünk. Van, akiket természetesen jobban, van, akiket kevésbé.
Én mindenképpen örülök annak, hogy olyan folyóiratok is eljönnek, akiknek nincs olyan országos népszerűsége vagy ismertsége, mint például a Ködöbönc Gábor féle Agriának, vagy a Kortásnak akár, vagy a Muravidéknek. Tehát pontosan erről kellene szóljon a történet, és még egyszer hivatkozom a határon túli magyar irodalom napjaira, ahol az első alkalmakkor rengeteg olyan szerzővel, költővel, íróval találkoztunk, akiket addig nem ismertünk. És ma már barátok. És ma már nagyszerű baráti kapcsolatok vannak. És én gondolom, hogy itt a kevésbé ismert irodalmi műhelyek képviselőivel is majd ki lehet alakítani egy állandó kapcsolatot, lehet egymást erősíteni. Tehát ezek a szakmai beszélgetések, az előadások is fontosak, de a szakmai beszélgetések, hozzászólások, majd kristályos lesz az, hogy mit kell tenniük a megértés érdekében, mert a megértésre szükség van mindenféle értelemben. Madár János a főszervező társad, akit szintén kevéssé ismerünk, de azt hiszem, hogy fontos szerepet játszik, hogy ezt sikerült megvalósítani. Hát nézd, Madár János egy rendkívül agilis költő és főszerkesztő, a Magyar Múzsának, az új Magyar Múzsának a főszerkesztője, és hát én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy hatékonyan tudjon segíteni minket, arra szükség van egy ilyen emberre, meglehetősen nagy az ismerettsége és az ismertsége, és hát én nagyon bízom benne, hogy a továbbiakban is, ha folytatódik ez a találkozó, akkor a továbbiakban is a Madár Jánossal komolyan és eredményesen együtt tudunk működni, de szeretném hangsúlyozni, miután beszéltem Szentmártoni Jánossal, hogy amennyiben ez tényleg úgy fog sikerülni, és olyan visszhangja lesz, mint ami erre én számítok, akkor az elnök úr, tehát Szentmártoni Jánosnak az ígérete szerint ők is sokkal hatékonyabban segíteni fognak nekünk ebben, hogy ez sikerüljön. Tehát ez párban fog járni a határon túli irodalom napjaival, azt hiszem, országos hírt kap, és ugye még most könyvnapok is van, aztán majd a költészet napja elmúlt, de a könyvvel foglalkozunk egész héten, tehát lesz dolgunk, dolgotok bőven. Én azt gondolom, hogy ugye ez példaértékű kezdeményezés mindenképpen, és fontos. Tehát nemrégiben volt a Csiki versünnep döntője, és azért idézem ott, mert számtalan irodalombarát pedagógussal találkoztam, akik azt mondják, hogy azzal, hogy Erdélyben nagyon kevés az olyan folyóirat, amihez hozzájutnak, és ráadásul nagyon sanyarú körülmények között élnek az ottani íróbarátaink, költők, publicisták, a többi, ők nagyon-nagyon szívesen fogadták például a Vörös Marti Társaság ajándékát, a mostanit, a pedagógusok is, mert hogy nincs rá módjuk. És akkor erről beszéltünk, hogy itt pedig fanyalognak az emberek többségében, hogy túl sok az irodalmi folyóirat, holott ebből sohasem elég, mondom én. Én is ezt hallom. Jó példa erre a mi folyóiratunk, a Vár. De hadd megyek egy példát, Lajos, ha már itt az erdélyi baráti kapcsolatokról van szó. A mi kapcsolatunk a korondi írókkal, elsősorban Ambrus Lajoson és a Korondon megjelenő Hazanéző című folyóirattal. Sóvidéket, az irodalmi életét itt Fehérváron nem hiszem, hogy sokan ismerték, vagy ismerik. Ambrus Lajos egy egészen kiváló költő és író és néprajzkutató, egy egészen kiváló ember, aki ezt a Hazanéző című folyóiratot létrehozta, de ők is egy bizonyos értelemben elzárt közösséget alkotnak ott. Na most, hogy úgy mondjam, nekünk oda-vissza sikerült egymás légkörébe betörni. Tehát a Hazanézőbe rendszeresen jelennek meg a fehérvári költők, írók. Ugyanúgy a Várban Ambrus Lajos köré csoportosuló írók
többségében fiatalok, ami nekünk nagyon nagy öröm, és gondolom, hogy Ambrus Lajosnak is az, hogy erősödik az utánpótlás. Tehát ezt valami hasonlót várok ettől a találkozótól is, és még egyszer mondom, ez egy nagyszerű példa a Korondi. Így van. Tehát most jön egy újabb, a semmiből egy új másik világot teremtettem korszak, a határon túli irodalom napjai után. Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, én pedig azt ígérhetem, kedves nézőink, önöknek is, hogy egyrészt a Paletta Kulturális Iradóban, illetve külön összefoglalóban beszámolunk a történésekről. Zolikám, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!